Szép estét kívánok, köszöntöm a lelátó nézőit! Ma esti adásunkban megtekinthetik stúdióbeszélgetésünket a bajaiak kiválóságával, Faldum Gáborral, majd ezt követően a babaúszásról készített riportunkat láthatják. Tartsanak velünk! Faldum Gábor egy nagyon rövid téli szünet után megkezdte a felkészülést az új szezonra. Az idei versenyek az olimpiai kvalifikáció szempontjából kiemelt fontosságúak. Gáborral a tavalyi évről, a világkupa ezüstéremről, a jövőről és a katonai szolgálatáról beszélgettünk. Köszöntelek Gábor a stúdióban, köszönjük szépen, hogy időt szakítottál ránk itt a felkészülési időszakban. Jó estét! Igen, belefért, most pár hétig még itthon vagyok, úgyhogy átugrottam a szomszédból. Kezdjük azzal a beszélgetést, hogy ugye értékeljük a tavalyi évedet, hogy hogyan indultál neki, milyen célokkal vágtál neki a tavalyi szezonnak. Igen, 2022-ben nekünk azért elkezdődött az olimpiai kvalifikáció. Tavalyi évelején kezdtem két féltávú versennyel, márciusban és április elején. Mindkettő Spanyolország volt, egyik Kanári, másik Szalóban. Ez igazából csak azért, hogy meglegyen a motiváció így a tavaszi időszakra is, mert azért tavaly még azért hosszabb volt a tél, így az alapozó időszak, mint idén, de ez így megadja a féltávozása a motivációt arra, hogy meglegyen az edzésben is a mennyiség, mert kellenek az ilyen kis mikro célok. Aztán azt követően nekünk májusban elkezdődött, május közepén az olimpiai kvalifikáció, és akkor abba álltam bele, és azt a kvalifikációs versenyeken indultam, ami most világkupát, meg a VB sorozatnak a versenyeit jelentette. Ez hány állomás volt tavaly, vagy hány versenyt jelentett? Nagyjából. Megfogtál. Nagyjából. Olyan 7-8, plusz még erre rájött a francia klubomba, két versenyre ki tudtam menni, de az inkább ilyen edzés jelleggel, maga az élvezeti céllal. És ugye egy ilyen olimpiai kvalifikációs versenyen, hogyha elindulsz, akkor hányadik helyen kell végezned, tehát hogy olimpiai pontokat szerezzél, vagy a kvalifikációban esetleg előrébb lépjél? Ugye kicsit így mutasd be, hogy mi kell ahhoz, hogy... Jó, hát úgy néz ki, hogy a legjobb 50 helyezés kap pontot, hogyha megvan, hogy 5%-on belül kell beérni, azt hiszem ez idénre talán változik 8%-ra az első idejéhez mérten, de érdemleges pont az nekem most itt világkupán ahhoz, hogy meglegyen az ilyen közel 300-as átlag, mert annyi változás történt az előző kvalifikációhoz mérten, hogy akkor két év versenyeit tekintve a legjobb 14-nek a pont összege számított. Most ezt levették 12-re, szóval az első évben legalább 4, maximum 6 számít bele, ami idén májusban zárul. Aztán második évben az a hangsúlyosabb, mert ott 6-8 számíthat bele, és akkor hát így adódik össze, hogy a két év. Most, hogyha valaki... Én úgy számol, vagy mi úgy számolunk Petivel, hogy idén az első év az a négy pontom az benn van 314-es pont átlaggal, szóval amit minimális tervet eddig hoztam, de még azért van vissza. Nekem első évben még, hát úgy néz ki, hogy valószínűleg csak egy verseny jön össze, az most 3 hét múlva Abu Dhabi, de mert nagyon keletre én nem akarok elutazni, mert utána soron következő verseny az Új-Zéland lenne, New Plymouth-ba, ami... A világ másik vége. Igen, és azért az sokat kivesz, azért én úgy vettem észre, hogy ahogy a testem reagál így a hosszú utazásra, az legalább oda-vissza átállással mindennel, az egy 2-3 hét kiesik akkor az edzés munkából, és azért megérkezni egy Új-Zélandra innen a
Oké, edzőtáborban voltam most egy Kanáriba 2 hetet, meg most majd Abu Dhabiba is előbb kiutazok, hogy azért a több időt töltsek el melegbe, de azért csak ilyenkor múlt héten 2 fokban részt távoztam a Pandur-szigeten, szóval nem ugyanazok a körülmények itt a télen, mint hogyha a munkádat segíteni, vagy igen. Igen, mint az ausztráloknak, meg az új-zélandiaknak a nyárból megérkezni, és itt annyira kiegyensúlyozott már a mezőny, hogy ilyen különbségeket azért nehéz áthidalni, szóval... Számítanak, gondolom, akkor igen. Számít, igen. És akkor én úgy döntöttem, hogy akkor Új-Zéland, akkor azt elengedném. Lett volna még Ausztráliában az első, itt májusig még verseny az elmarad, de ilyen szeszélyes egyébként már itt a világjárványunk óta az év első fele. Úgyhogy amit nem is bánok, mert nekem így a szezon második fele azért így pont ebből kifolyólag, hogy tél alapozás, utána lehet már jobb időben gyorsabbakat edzeni, kint edzeni, többet kerékpáron, akkor az úgy jobban össze szokott állni. Ugye kanyarodjunk vissza még egy kicsit a tavalyhoz. Októberben nagyon kiemelkedő teljesítettél Dél-Koreában. Ugye ott sikerült második helyen célba érkezned. Mit jelentett ez számodra, hogy vagy meglepted-e ezzel magadat is, vagy sejtett, vagy vártad már, hogy legyen egy ilyen kiugró eredmény a világkupa sorozatban? Hát tavaly évre azért úgy miután láttam, hogy sikerült tényleg így mondom ezt a év második felét úgy összetenni, akkor úgy titkon magamban volt egy cél, hogy még egyszer világkupán dobogóra kéne fölküzdeni magam, és de én Koreába Szardíniáról, Cagliariból utaztam ki, egy héttel korábban ott volt VB futam. 16. lettem, de igazából 5 kilométerig így a stabilan top 10-be futottam, a harmadik kör, a 4-körös futásban a harmadik kör volt, egy kicsit olyan megrogyós, de az ott már látszódott, hogy jó a forma, úgyhogy nagy önbizalommal utaztam ki Koreába. Egy kicsivel ott, tehát világkupát tekintve ott azért nem volt, azt mondom, hogy szóval kicsivel könnyebb volt a mezőny, 2-es rajtszámmal álltam rajthoz, és végül hoztuk is úgy, hogy az 1-es, 2-es beért az első-második helyen. Az amerikai Matthew McElroy nyert, mi együtt futottunk 5 kilométerig, aztán ő elszakadt, én meg, mi meg, és korábban azért még a versenyhez hozzátartozik, hogy mi a harmadik bolyba szálltunk le kerékpáron, volt egy perces hátrányunk, szóval nem volt ott kérdés az elején, hogy taktikázni, hanem futni kellett ahhoz, hogy az 1 percet el tudjuk dolgozni. Ezért is nekem így 5 kilométerig vezettem a tempót, utána pedig miután beleváltott az amerikai, így egyedül maradtam, úgyhogy utána is saját tempót tudtam futni, de végig az nagyon nagy élmény volt, és mai napig merítek még ebből energiát, hogy így az nehezebb napokon edzéseken, hogy úgy tudtam saját tempómat végig futni, és hát második hely az azért meglepett, mert rég volt már utoljára a világkupa dobogom, de azért számítottam rá. Vártál rá, akkor vártam rá, igen, mondhatjuk így is. Akkor ez előtt, az idei évben is számítasz esetleg? Vagy van ilyen célod, hogy akkor most valamelyik versenyen? Hát építkezünk mindig így a múltból, közelmúltból, úgyhogy persze, most akkor nem mondom, hogy ez az alap, mert azért az csalóka tud lenni. Inkább azt mondom, hogy szeretném ugyanúgy felépíteni az idei évet is, mint ahogy a tavalyit. Szóval igazából annak a mintájára nem nagyon változtattunk Petivel sok mindenen, így a felkészülésben se annyi, hogy rövidebb az alapozás, rövidebb, mert hogy a tavalyi Grand Final ugyebár a Abu Dhabiban volt, most ott kezdünk, ez november 25-én fejeztük be a szezont, és március 3-án már kezdünk, úgyhogy ez elég rövid. Nem pihentél. Igen, de hogy tényleg az a terv,
hasonló mintára az év első felében azért még legyen meg az a munka, amit én szeretnék. Megint intézem a nevezést a Kanárin ugyancsak egy féltávú versenyre április 22-én. Előtte két héttel azért Baján kikelett félmaratonon, még edzésképp elindulok, akkor így utána lesz egy lélegzetvételnyi szünet, és első fél évben sajnos nekem Japán az kimarad, Yokohamai verseny, mivel 4 nappal előtte nekem katonai VB-n kell részt vennem, úgyhogy és nagyjából az első év az így el is telt. És akkor az olimpiai kvalifikáció szempontjából, ugye ez az idei egész év számít még. Meg a jövő májusig. Jövő májusig. És akkor gondolkodsz-e az olimpián bármilyen, tehát hogy nyilván az, hogy szeretnél elindulni, de hogy vannak-e? Igen, persze, elsődleges cél most az, hogyha már ennyi minden ahhoz van viszonyítva, hogy a kvalifikáción ott tudjak lenni a versenyeken, és azt minél jobban végig tudjam, vagy abszolválni tudjam, így persze Párizs lebeg így az ember szeme előtt, így. És ez miatt így nagyon féltávú verseny több nem is fér bele, más jellegű verseny sem, mert azért így most össze lett téve az éves tervezet, és hát világkupa és VB futamokból fog állni az idei év, és szezon vége az megint ilyen október közepével zárul. Most annyiból szerencsés, hogy a VB sorozatnak a Grand Final futam az utolsó, az már szeptember második felébe lemegy, úgyhogy nem húzzuk ki annyira a szezont. Az így elég nagy differencia, igen, a tavalyi novemberihez képest. Említetted ugye a dél-koreai verseny előtt, hogy te Szardiniáról utaztál Dél-Koreába. Amikor ilyen rövid időszak van két futam vagy világkupa futam között, akkor ezt hogy tudod megoldani akár edzés szempontjából, tehát hogy egy kicsit így a háttérbe avass be minket, hogy milyen az, tehát az utazás, nyilván ott átállás is van, hogy ez mennyire bontja meg neked a felkészülést a következő versenyre? Valamilyen szinten azért már hozzá vagyok szokva így az utazáshoz, és annyiból szerencsés, hogy a nagy titok nincs, kelet felé nehezebb utazni, mint nyugat felé, mert időbe kellene délután 6 óra eltolódás, szóval ilyen délután 3-4 felé azért már ágyba kell lenni, és kellene egy hosszabbat aludni. Úgyhogy ja, ott például Olaszországból verseny után másnap már átutaztam, és hát az a titok, hogy mozgásban kell maradni, szóval napközben nem érdemes túl hosszú siestát tartani, és könnyű mozgásokkal ez kivitelezhető. De azért bizonyos határokon belül, mert sajnos ehhez nekem kell egy hét ahhoz, hogy egy 6-7 órát kelet felé át tudjak állni, és ne legyen az, hogy pont verseny napján úgy kelek fel, hogy igazából kisebb bírok kelni az ágyból. Ez így olyan harmadik nap szokott beütni, a fáradtság, és ez miatt kellett most kell idén elengednem a Yokohamai versenyt, mert ott kedden még futamunk van, és szerdán tudnék csak utazni, 3 nap sajnos nem elég, úgyhogy ilyen szinten kompromisszumot kell kötni, nem lehet mindig mindent bevállalni, hiába szeretnék több versenyen indulni, azért ezt bizonyos korlátok között kell maradni. De tényleg ennyi, hogy kávéfőzőmet viszem magammal. Akkor az állandó kelléked meg, barátom. Így. És vannak nehéz pillanatok, mikor át kell lendülni, és meg kell indulni, hogy tényleg beálljon az embernek a ritmusa ahhoz, hogy versenyidő pontban edzeni azért verseny előtt 1-2 nappal, ami kényelmetlen tud lenni, de összességében azért már nem túl stresszelni ezt a fajta kompromisszumot, meg kényelmetlen időszakot, aztán a többi az meg utána
megy magától. Ugye idén már voltatok edzőtáborban, azt mondtad, hogy a Kanári-szigeteken, illetve mentek is még. Ilyenkor mire helyezitek a hangsúlyt, hogy áll össze mondjuk egy kéthetes edzőtábor? Mivel itthon nekem nagyon nehéz volt Görgőre visszaülnöm, és az alapozás kezdetén, mert volt ugye bár november 25-én végeztem, volt egy két hét pihenő, és akkor utána azért visszaállt a munkába. Ugye a körülmények behatárolják ezt is, de azért a kerékpár az hangsúlyos, szóval munkaórában azért sokkal többet tudok egy edzőtáborban csinálni, mint itthon, mert most itt a görgőzés alatt én itt a szobakerékpározást értem, és amikor 3 órát kell szobába végig tekerni, azért az nem annyira, hát elég monoton. És nem volt ehhez kedvem, úgyhogy kiárogattam montizni, és megosztva ezt is, hogy 1 óra monti, utána már csak 2 kellett a szobába eltölteni. Úgyhogy hát edzőtábor az meg hozzájön még az is, hogy kiutazunk, akkor levesszük a dupla hosszú nadrágot, könnyebben mennek a lábak, úgyhogy könnyebb ott tempót is futni, úgyhogy azt mondom, hogy ilyen kerékpár, és a sok kerékpár miatt az úszást azt próbáljuk megtartani, de nem mindig sikerül, meg nem is annyira jó hatással van a kerékpár az úszásra, úgyhogy abból meg nem visszavenni, úgyhogy egy plusz 5 óra össze szokott jönni így a hetet tekintve munkába, edzőtáborba, de azt mondom, hogy inkább kerékpár meg a gyorsfutás az, ami így hangsúlyosabb. Ugye említetted az előbb, hogy katonai VB-re is készülsz idén. Szerintem sokan nem tudják rólad, hogy te a Magyar Honvédségnek a sportszázadában vagy szakaszvezető, ha jól tudom. Mikor lettél katona, vagy milyen indítatásból vonultál be hadseregbe? Én 20-20 szeptember 1-én kerültem állományba, és azóta Szentendrén az Altiszti Akadémián vagyok a sportszázadnak a tagja. Mi, mint sportszázad, én egy harmadik körös voltam, aki bekerült, itt volt azért egy hosszabb szünet, nem létezett ez Magyarországon, csak még anno 25-30 évvel ezelőtt ez jól működő rendszer volt, csak aztán megszűnt, és akkor most próbálja a Honvédség ezt újraindítani. Nagyon nagy sikerrel, ahogy látom, vagyunk 60-65 körül most, ez folyamatosan változik, most egy pont bővít az alakulat. Úgyhogy a sportszázadban mindenki ilyen sportoló. Judósok, bívók, öttusázók, birkózók, és mi szolgálatot tekintve mi ilyen toborzásba veszünk részt, meg szolgálatot vállalunk ilyen kórházi munkálatokban, meg kiképzési feladatokban voltam én egyszer, de nagy rész nekünk azért a sport a fő, szóval mi így a honvéd keretein belül, budapesti honvéd keretein belül a mindenki csinálja a saját sportágát, és akkor a toborzás lenne a fő maga, ami miatt mi népszerűsítjük a Magyar Honvédséget. Azon mondtad, hogy ugye nyilván a sport itt az elsődleges, de mi az, tehát hogy ők kerestek meg téged, hogy legyél tagja ennek a sportszázadnak, vagy te magad szeretted volna, hogy... Én jelentkeztem, így a Róth Balázs őrnagy Tatán, meg én, és triatlon versenyeket szervez, meg Tóth Tamás versenyzőtársam, és ő első körösként bekerült, aztán ő mondta igazából ezt a lehetőséget, és itt úgy van, hogy mindenki jelentkezik, aztán, hogyha a
tudja vállalni a kötelezettségeit, és ez megfelel, akkor egy alapkiképzés követően az állományba lehet kerülni, ha megfelelnek persze az eredmények. És munkát tekintve nekünk ez most azt mondhatom, hogy lazább, szóval mi nem kezdjük minden reggel a laktanyában a napot, mert ilyen havi rendszerességgel törzstanuló napon veszünk részt, ahol fölelevenítjük az eddig tanultakat, új dolgokat tanítanak meg nekünk, és hogy azért szocializálódjunk a rendszerbe. De mondom, én így Tamáson keresztül tudtam meg a lehetőséget, és tavaly előtt csináltam meg az alapkiképzést, és én nagyon jól szórakoztam meg, nagyon élveztem. Más volt egy kicsit, gondolom, kiszakadtál itt a versenyzésből, meg a... Pontosan igen, azért 5 hétig nem volt nagyon lehetőségem úgy edzeni, ahogy azt korábbi időben én megszoktam, meg igényeltem, úgyhogy harmadik héten azért már úgy jelentkeztek az elvonási tünetek a sportot tekintve, de végigcsináltam, nagyon jó emberekkel ismerkedtem meg, és hát tényleg nagyon ez a jól szórakoztam, ez helytálló. Hát akkor nem bántad meg. Nem. Így akkor a végén meg egy picit akár a honvédségi vonalon, akár a versenyzői pályafutásodban az olimpiáig, vagy az olimpián túl mik a tervek? Igen, hát Párizs olimpia az elsődleges, aztán azt követően én nem tervezek még tovább, hogy még egy olimpia, mert az olyan messze van. És én azt látom, hogy így a koromat tekintve meg, hogy mennyire jönnek a fiatalok meg, hogy motivációt, mi az, amit most így jobban élvezek, így ez a hosszabb táv felé kicsit húz a szívem, és kipróbálni magam, hogy arra a terhelésre hogyan reagál a testem, úgyhogy inkább azt mondom, hogy az az irány, ami szerintem járhatóbb lesz számomra, de hát még addig még nagyon, nagyon sok idő van, úgyhogy ezt majd akkor fogom tudni konkrétan, hogy hogyan alakul. Jó, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Kívánjuk akkor, vagy kívánom szerintem minden bajai nevében, hogy reméljük szurkolhatunk neked a párizsi olimpián. Úgyhogy remek. Kívánunk is jó felkészülést hozzá, és köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm. Baján közel 15 éve várja Vértesi Zsuzsanna a szülőket és gyermekeiket babaúszásra. A foglalkozásokat 4 hónapos kortól ajánlják a babáknak. Stábunk csütörtök délelőtt látogatott el a bajai sportuszodába. A bajai sportuszoda újranyitásával tovább folytatódik a babaúszás a Kismedencében. Vértesi Zsuzsanna sokak számára ismerős városunkban, hiszen itthon már 14 éve foglalkozik úszásoktatással, ahová kicsiktől egészen a nagyobb korosztályokig mindenkit szeretettel vár. A trénerrel a csütörtök délelőtti órák után beszélgettünk a babaúszásról. Zsuzsi, itt vagyunk nálad a babaúszáson, ugye most mind a 3 csoportot bemutatkozott, légy szíves, mutass be esetleg annak, aki nem ismeri, hogy miről szól ez a babaúszás. Sziasztok, hát szeretettel köszöntelek benneteket. A babaúszás az egy többek által megoszló dolog, mert hogy milyen hülyeség ez, mert otthon is tudom a babakádba ringatni, valóban ez így van, otthon is lehet, ami tök jó lenne, ha mindenki csinálnál. Itt viszont uszodai környezetben, nagyobb felületen, egy irányított, általam irányított, úgyhogy tulajdonképpen a szülő a tanár, úgyhogy én elvileg csak a szülőket tanítom, illetve mondom nekik, hogy mit csináljanak, és ettől fejlődnek. El kell mondani, hogy lehet, hogy sokaknak unalmasnak tűnik, hogy minden órán ugyanazt a dalt, ugyanazt a sorrendben, ugyanúgy csináljuk. Igen, ez azért fontos, mert nálunk 3-4 hónapos korban lehet elhozni a gyerekeket, miután minden védőoltást megkapnak.
hogy ez ebben a vízben, ami minden szerdán leengednek, tehát egy teljesen tiszta vízkeverék kerül a kismedencébe, ami 33 fokos, tehát abszolút ideális. És én irányítom, hogy mit csináljanak a szülők. Ugyanaz a dal ezáltal biztonságot ad a gyereknek. A merítés, ez is sokak által, hogy ne merítsük a gyereket, mert baja lesz. Igen, amit mond akár az ausztrál, akár az új-zélandi szövetség, az, hogy valóban az erőltetett és a hosszantartó merülés az tilos. Na most nem tudom, ez körülbelül az a kategória, hogy ne rakj macskát a mikróba. Szerintem senki nem fogja a 4 hónapos gyerek, na most lemerülsz és húzom, tehát ilyet senki nem tesz. És itt viszont nyilván a megelőzi egy hosszú folyamat, hogy ráöntünk vizet, ugyanarra a vezényszóra, bekapcsol neki, becsukja a szemét, és amikor ez megvan, akkor megyünk víz alá, és egy vagy 2 másodpercről van szó, ahol aztán nem fog a tüdejébe víz kerülni. És hogyha ez ilyen lenne, valószínűleg sehol a világon nem is csinálnák. Ugyanaz történik minden szakaszba, életszakaszba, mást adaptál a gyerek nyilván. De ha tudja, hogy ugyanaz a dal jön, ugyanaz fog történni, megnyugszik, így élvez, és így tudod fejleszteni. Kismackó, felkésben, kismackó, fordulunk, kismackó, előre, hátra, kismackó, merül, lassan. Ez nem csak egy szegmens nálam a babaúszás, hanem ez ráépül egy hosszú távú programra, mert általában, illetve bátran mondhatom, én 17 éve csinálom, Magyarországon 13-14 éve, és akik nálam megtanulnak babaúszást, ugye jönnek bölcsisúszásba átjönnek ovisúszásba, az ovisúszásba átjönnek kisedzésre, és utána én a Mogyi Triathlon Klubnak termelem az utánpótlását, és azt mondtam, hogy szerintem ez nagyon jól működik már, és így teljesen megvan a sor építve. Tehát aki bejön 4 hónaposan, akár érettségig biztosítjuk a sportolás számára. Ja, azt mondta, légy szíves még, hogy ugye 3 csoportban dolgoztok, hogy miben különbözik ez a 3 csoport, akár életkorilag, akár foglalkozások szempontjából? Igen, a 3 csoport van, illetve 4, amikor nincs beteges időszak, akkor 4 van. Hát a legkisebbek az a 4 hónaptól 9 hónapig vannak. Őnáluk abszolút a vízben a vízzel való ismerkedés, a környezet, a hangok, itt szoktatjuk hozzá a vezényszavakhoz, és ami a legfontosabb, hogy az összes csoportban a gyerekek a szüleivel vannak, vagy a családtagjaival, ami tehát a bőrbőrrel érintkezik, együtt vannak, nagyon sok apuka jár, aminek én nagyon örülök, nyilván nekik nem kell énekelni, ha nem akarnak. A következő csoport ez a 9, illetve 14 hónapos korig van, utána van a 15-től ez a 2 éves korosztályig, és utána van a 2-től 3-ig. Ezek kis létszámú szokott lenni a bölcsis, mert hogy ami a nevében is benne van, a bölcsibe szoktak ilyenkor menni, illetve ilyenkor szoktak születni a második testvérek, és anyuka nem tud jönni, tehát ott azt már nehezebb kivitelezni, hogy délelőtt járjanak. Délután nem mindig tudunk időpontot adni, mert túl van terhelve az uszoda időpontban. Azt el tudod még nekünk mondani, hogy mit szeretsz ebben csinálni? Neked milyen pluszt ad az életedhez itt a sok pici gyerkőc? Mindent. Én nagyon szeretem azt, amit csinálok, de szerintem ezt a szülők is látják. Úgyhogy így poénosan azt szoktam mondani, hogy miért jó a babaúszás? Hát tőlem. Igen, én nagyon szeretem. Tehát én szívvel lélekkel az ovist is, az összeset is így. Nyilván ebbe születtem bele édesanyám révén, aztán külföldön egy nagyon-nagyon jó helyen sikerült tanulnom, Új-Zélandon. Nagyon jó főnököm volt, akik tényleg minden csinyábinyát megtanultam, mind a bambaúszásnak, mind az óvisúszásnak, és én ezt hoztam át ide, megspékelve a saját személyiségemmel. A legkisebbek csoportjába jár Stefánovics Noémi és 8 hónapos kisfia, akik csak nemrég kezdték a babaúszást, de már érzékelhető a fejlődés a kis Mátén. Január óta járunk, hát mindenféleképpen szerettem volna, hogy már kiskorban megismerkedjen a vízzel, és ne féljen tőle. Most ez a 4. alkalmunk, és úgy veszem észre, hogy szereti, élvezi minden órát. Ja, mennyi idős most a Máté? 8 hónapos.
Mit vettél észre, hogy esetleg, tehát ugye gondolom, nem tudom, hogy a fürdetéseket ezt mennyire élvezte, hogy miben segít ez nektek a picinek a fejlődésében? Hát egyre inkább élvezi a fürdőzést, otthon is már ez a pacsálásba megyünk át, úgyhogy én abszolút pozitív fejlődést vettem rajta észre, hogy egyre mozgékonyabb és élvezi a vizet. Gyerkőcön kívül gondolom rád is jó hatással van itt, hogy hasonló közegben vagytok, neked ez milyen érzés, hogy hetente egyszer ide ki tudtok, el tudtok jönni? Nagyon jó érzés, ez egy kikapcsolódás, ez egy nagyon jó baba-mama program, azt hiszem, és ő is találkozik azért babákkal, úgyhogy mindenkinek ajánlom. A ti kapcsolatotokban ez még szorosabbá teszi esetleg? Biztos vagyok benne, igen, hogy ez abszolút megerősíti a kapcsolatunkat. Pintia Fölkel Laura és kislánya Zoe már egy éve rendszeres résztvevői a foglalkozásoknak. Tapasztalatai szerint a babaúszás a mozgás mellett a szociális fejlődésben is nagy szerepet játszik. Laura, mesélj róla, hogy ti már nagyon rutinosak vagytok, meg ugye már a nagyobb korosztályba tartoztok. Zoe nagyon élvezte, itt láttam, hogy végig mosolyogt az egész foglalkozást, hogy mióta jártok, és miért kezdtetek el járni annó? Nekünk pont most lesz egy éve, hogy elkezdtünk, és eddig szinte az összes foglalkozáson itt voltunk, talán egy maradt ki betegség miatt. Én már a várandóság alatt elterveztem, hogy ha van baján lehetőség, akkor biztos, hogy fogunk járni. Úgyhogy alig vártam, hogy betöltse a 4 hónapos kort, és elkezdtük, és úgy gondolom, hogy Zsuzsinál jobb szakember nincsen itt a környéken, és a legjobb kezekben vagyunk. Mit adott a Zoe fejlődéséhez ez a babaúszás, hogy már több mint egy éve jártak? Nagyon bátor, nyílt vizekbe, Balatonon, bármilyen medencébe örömmel megy bele, nem fél, nagyon-nagyon szereti, minden mozgás fejlődése időbe csinálta, nem maradt ki neki semmi, úgyhogy én ezt ennek tudom be. Szociális kapcsolataiban is segít ez, hogy itt közösségben vagytok? Igen, mindenképpen vannak olyan gyerekek és anyukák, akik rendszeresen járnak, és mindig találkozunk velük, és más helyeken, utcán is megismerjük már egymást, és ő is, és boldogan megy oda mindenkihez, akit itt megismer, és idegenek felé is sokkal könnyebben és barátságosabban nyit. Akkor ez a fél óra, bő fél óra, ez nem csak Zoe számára egy kikapcsolódás, hanem gondolom számodra is. Igen, mondhatjuk így is. Nyilván az elején kikapcsolódás volt, most már, hogy több mint 10 kiló, most már azért egy kismama, vagy hát egy ilyen anyuka edzésnek is betudható, úgyhogy nagyon élvezzük szerintem mindketten testi-lelki feltöltődés. Ki esetleg gondolkodik rajta, hogy kipróbálja, miért ajánlanád nekik? Hát csak, mármint, hogy maga az úszás szerintem nagyon-nagyon jó dolog, közösségben vannak a gyerekek jó helyen, jó szakemberrel, és tényleg mindenben tudnak fejlődni. Tehát, hogy ez nem csak arról szól, hogy most itt megtanulnak úszni, vagy esetleg bátrabbak lesznek a vízbe, hanem fejlődik a szociális képességük, fejlődik a kis agyacskájuk, úgyhogy mindenképpen ajánlom mindenkinek, aki ebben gondolkodik. A babaúszásról tehát elmondható, hogy pozitívan hat a baba fejlődésére, hiszen a foglalkozásokon olyan gyakorlatokat végeznek, amelyek fejlesztik a mozgás koordinációt, és jó hatással vannak a gyermek légző és keringési rendszerére is. Nézőinknek köszönöm a figyelmet! Friss lelátóval 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!